Én nem az Edináról beszélek itt. Lehet, hogy az Edina egy tündér dologról, amire előfizetnek az emberek, nekem azzal van itt bajom. Ettől függetlenül nekem az is bajom, hogy ilyenkor az emberek nagyon a személy ellen mennek. Benne van. De nem már, most már el. Piros hangulatotokban vagytok nem már? Én abban nem ittam. Mi az a te kávés poharad volt a sok. Na, srácok, képzeljétek el, felröppent a hír tegnap, ami már nem is hír. Elsuhant a hír. Elsuhant 320-al az egyenesben, majd egy nagy éles kanyart vett, hogy Hamilton átigazol a Ferrarihoz 2025-re. Bocsánat, mert mielőtt ezt elkezdtük, beszéltünk még a felvétel előtt, vagy az élő előtt erről, és Ábel mondta, hogy valami ismerőse kirakta a sztoriba, hogy Hamilton kirakta, hogy ez kamu. Telex, sportá.hu, 444 Nemzeti Sport, Index és Origo, az mondjuk mindegy. Ezek mind kirakták, hogy ez igaz, ez a hír. Azért ezek olyan hírportálok, többé-kevésbé, amik azért ilyen hír nem kamúznak be. Most igen, azt írják egyébként az ESPN, ami egy nagy ilyen sportportál. Nagyon nagy, hatalmas. Egy olyan cikket írtak, mert én azt hittem, hogy nem akartam elhinni, hogy ez ilyen spekuláció, mert ugye tökre úgy írták az összes címet, hogy ez ilyen spekuláció, és utána láttam valakinek az Instagram sztoriába, hogy megosztott egy cikket, amiben a Hamilton kitett egy Instagram sztorit, amiben azt írja, hogy bár felröppent az összes hírportálon, hogy ez van, semmi ilyesmit nem tervezek 2025-re, és itt van egyébként az ESPN megírt, hogy Hamilton denies, hogy van, szóval elutasította a Ferrari spekulációját Instagramon, majd kitörölte a posztot. Én szerintem ez nagyon egyszerű. Eladja magát pénzért, sponzori. Nem, hanem a Hamiltonnak azért, aki tényleg ott van a Mercedesnél nem tudom hány éve, nagyon sok éve, szerintem már több mint 10, biztos, hogy több mint 10, azért mégiscsak aláírsz évente egy szerződést, és hát szerintem ilyenkor, amikor az egész világ arról beszél, hogy hirtelen a Mercedes háttérbe kerül, amit te több mint 10 éve reprezentálsz, XY összegére ráadásul, és csak arról hallanak, hogy Ferrari, szerintem biztos van, hogy rászóltak egy picit, hogy figyú, azért valamit mondanod kéne, mert hát azért mégiscsak egy Mercedesben ülsz, meg adunk neked hát mindent. Hát meg 2024-ben igen, ott ül még. Úgyhogy igen, meg hogy még alá van írva a szerződése is. Szóval szerintem ilyen téren biztos... Egyrészt senki nem tudja, hogy mi az igazság, másrészt viszont én, mint Mercedes vezető, ha az lennék, titokban az vagyok, biztos, hogy szólnék a pilótámnak, hogy figyelj már, hát nem itt titokban, a... ott az állt. Ott vezeted a Mercedes-et, igen. Figyelj már, azért itt a szerződés, aláírtunk valamit, megegyeztünk valamivel, te úgymond a márkának a legnagyobb arca vagy az egész világon, hogy azért ne azt olvassuk már rólad, hogy mindenhol, hogy hé, Ferrarihoz mész, meg itt hagysz minket, hanem majd, hogyha éppen úgy lesz, akkor ezt publikáltod. De akkor miért törölte ki utána? Szerintem... Szóval, hogy meg kitette, láttam konkrétan, hogy de aki... megvan, mutam el. Nincs meg, mert valaki kitette a sztoriába. De nem ez egy kamu oldal volt, és efféről olvastad? Van olyan, hogy Lewis Hamilton kettő ível. Itt van, hogy Lewis Hamilton, igen, hogy Instagramra kitette egy posztot, amiben megcáfolta ezeket az állításokat, és... Hát a Mercedes is kirakta hivatalosan. Itt a Twitteren most már azóta oké, de mondom, volt egy ilyen izé, amit én láttam, nem tudom, hogy más látta esetleg, írjátok meg csetbe. Ami nagyon érdekes, hogy az F1.com is megosztott. Igen, tehát én akkor hiszek el híreket, mert láttam ilyen F1 világ, én azt követem Facebookon. Nyilván ők nem szoktak mellélőni amúgy, általában mindig olyan híreket raknak ki, ami valid, és én ott láttam először, de azt még nem hittem el, mert lehet, hogy olyan portáról informálodnak, lehet, hogy kamu. Viszont utána már láttam, hogy az F1 is kirakta, a hivatalos F1, hát utána meg az Index, Telex, 24.hu, mindenki rakja, azért mondom, ezek a portálok akkor raknak ki valamit, ha már az annak van háttere tényleg. Nem nagyon láttam igaz, hogy ezeken az oldalakon le lett szedve egy hír, max, hogyha van politika volt. Én a Hamilton helyében nem tudom, mit csinálnék, meg hát ott már azért máshogy gondolkozik, de ott van, hétszeres világbajnok vagy. Hozzáteszem, nem szeretem őt, de hétszeres világbajnok vagy. Nem szeretem. Nekem olyan ő egy picit, mint a Djokovic a teniszben. Egyszerűen. Milyen? Mert én nem ismerem így a sport. Hát a Djokovic milyen? Igen. A Djokovic olyan, hát a legnagyobbak egyértelműen, tehát ott van Nadal, Federer, Djokovic a legnagyobbak a teniszben, viszont ahogy viselkedik a pályán, amikor mondjuk egy rossz pontot üt, az nagyon unszimpatikus és nem sportszerű. Gyerekes, mondok egy példát, vagy mi? Igen, mondok egy példát, elkezdi azt csinálni, amikor mondjuk set hátrányban van, akár dupla set hátrányban egy Grand Slam-en, elkezdi azt csinálni, hogy fáj neki minden, elkezd sántítani, de rendesen sántítani, és utána a dupla set hátrányból száráveri az ellenfele. Ez nem sportszerű. Tehát elkezdett húzni a lábad. Eljátsza, mert azt én tudom, hogy a nyilatkozatai azok megosztóak, szóval, hogy úgy tud kicsit úgy durcizni, meg olyan kis megosztóan nyilatkozni, de a pályán szerintem, most nem akarom védeni, mert ugye én sokat neki szurkolok. De mi Djokovic rajongó van? Nem, most Hamiltonról beszélek. Bocsánat, azért mondom. Tényleg nem védésből, de én a pályán nem nagyon látom azt, hogy
biztos előfordul, de hogy olyan kimondottan szabálytalan lenne, meg hogy arra menne, hogy akkor most... Na jó, például amikor azért Verstappennel ott volt, amikor kilökte és kipördült 300-zal a kanyarba, azt hiszem Angliába a Verstappen. Jó, ennyiről akkor Verstappen meg, amikor ráugrott a fejére. Na, szóval, ez hogy... egy ide-oda dolog. Igen, ez egy ide-oda dolog. De hogy semmivel nem, hogy mondjam, amikor van egy ilyen nagy Verstappen meg Hamilton szembenmenések. Amikor van. Folyamatosan az van, de hogyha... Amikor volt. Én azt szoktam csinálni ilyen... Most már nincsen. Most már nincsen két éve. Hát igen, ugye, maximum akkor lekörözi Verstappen Hamilton, de nem, tehát visszat félretéve, amikor... Én úgy szoktam ezt nézni, ha már Hamilton és Verstappen van, akkor már Verstappennek szurkolok. Én olyan Forma 1 rajongó vagyok, hogy én szeretném, hogy legyen verseny, és ez, amit a Hamilton csinált 7 évig, hogy konkrétan már a nézőszáma béka segge alatt volt, mert annyira unalmas volt, hogy a Hamilton utolsó helyről még lekörözi baszki az utolsót, úgy lesz első, tehát hogy olyanokat csinált. Hát most ugyanez, most ugyanez van. A Verstappen, a Verstappennek nagyon szurkoltam, hogy lökje már végre le a trónról. De azért, mert verseny volt. Hát az a világbajnokság... Hát a 21-es év szerintem a legjobb volt. Gyönyörű év volt. Na ez a jó. De ez megint kezd nem megtörténni, mert hogy a Verstappen mindenkit ugyanúgy otthagy, mint a Hamilton. Csak most a Verstappen a szar, hogy otthagy mindenkit, ahogy a Hamilton 7 évig csinálta, meg akkor nem volt szar. Nekem az érdekes, hogy én nagyon szeretem a Mercit is, meg Hamiltont is, de ugyanakkor meg örülök. Én örülnék annak, hogyha a Ferrari-nál lenne. Egyrészt szerintem rettentő izgalmas lenne, hogy mit tud egy teljesen más csapatból kihozni. Na, egy más autó, igen. Nekem a Ferrarival kicsit az a bajom az elmúlt egy-két évben, hogy nagyon szétszórtak. Szóval az, hogy kerék cserélni nem a kereket. Nem, hát a stratégiai nem ezért van mindig ki a Károly, a Leclerc karcsi. Stratégiailag rettenetes a Ferrari. Igen, Ferrari ott van nagyon ilyen olaszosra veszik nagyon a dolgot. Nagyon gondban. Lehet presszózgatnak ott a kulisszák. Sziasztáznak közben, nem viszik ki a kereket. De konkrétan, meg a rossz kereket raknak fel, meg dupla cserét csinálnak, úgyhogy na, mindegy, nagyon rossz, amit csinálnak. De olyan térem, én nagyon kíváncsi lennék arra, és újra úgy ülnék a tévé előtt, és nézném a Forma 1-et, hogy mi lenne, kellenek mi lenne ezek akkor, az kell a változás. Aha, mert unalmas. Alonso, most unalmas a Forma 1, én megfogadtam, hogy idén megnézem az első két futamot, ha ugyanaz a sorrend lesz megint, hogy Verstappen, Perez és mondjuk Leclerc, nem fogom nézni. Jó, a Forma 1-et. Jó, viszont hogyha Hamilton nyereget, ne néznéd. Ne ezt mondom, hogy abszolút nézném. De miért? Az ugyanaz, azért, mert most 3 éven keresztül csak a Verstappen nyert. De engem az érdekelne, hogy a többi a Hamilton nyereget. Akkor is nem volt unalmas? Engem az érdekelne, hogy a többi csapatból elkezdenek nyerni, az már úgy érdekes. De az, hogy mindig a Verstappen vagy a Hamilton... Jó, azért a Leclerc, meg az Alonso is nagyot ment. Ezt akartam mondani, amikor Alonsonak volt sajnos csak egy 3 futam, kb. 2-3 futam, amikor basszus ott volt a időmérőn is az ilyen mezőnyben, meg amúgy dobogós helyeket. De mióta tolja már? Hát ő már nagyon régóta. Régóta, tehát Hamilton is régóta. Tehát nem néz ki annyinak a Hamilton. Mennyi? 40 körül van a Hamilton? 39 az. Na, azt mennyinek néz ki? 25-et is. Amúgy kb. 25-et, igen. Ja, úgyhogy... Tehát amikor van egy kis verseny, akkor már izgalmas állik az egész. Szerintem, amiért Hamilton ezt belemernénk egyébként abba, hogy mennyire volt, mennyire tartod jogosnak azt a VB címet, amit a Verstappen megnyert. Belemertünk, valaki átmond, valaki B-t szólt. Te mit mondasz? Hogy hagyták lekörözni az autókat? Ami amúgy, safety káros valami volt? Az volt, hogy az utolsó körben, utolsó előtti körben lett egy baleset, bejött a safety car, vagy lehet, hogy 3 körrel előtte, több kör előtte bejött a safety car, keresztbe állt a kocsi, azt hiszem egy Alpine, nem vagyok benne biztos. Ugye a safety car, a Hamilton már elő volt, tehát már szinte fix volt a VB győzelem, ezt aláírom, utolérte őket az összes autó. De a Hamilton használt gumin volt, a Verstappen pedig újon, zsírújon. Mert volt ideje bemenni, vagy valami is. Várjál, és a Hamilton első volt, mögött a Verstappen második, viszont a lekörözött autók, azok a Hamilton mögött 3 vagy 4 lekörözött autó állt. Értem. Tehát, hogyha úgy újraindítják az utolsó körre a versenyt, akkor a 3 lekörözöttnek el kell engednie a Verstappen, de hát nincs esélye a Hamilton behozni, mert annyi van mögöttem. Ja. Viszont lement már vagy 2-3 kört a safety car, és na ez egy picit szerintem nem volt, ez az egy, ami szerintem megkérdőjelezhető volt, hogy a szabályban akkor úgy volt, hogy a lekörözött autók a safety car-t megelőzhetik, és mehetnek egy kört a safety car előtt, hogy bemenjenek hátra a helyükre beálljanak. Itt viszont nem engedték el a lekörözött autókat 2-3 körig, pedig a szabályzatban azon, hogy el kell engedni, és akkor ők hátra mennek, hanem az utolsó körnél, amikor a safety car utolsó köre volt, akkor elengedték, akkor bement a Verstappen a Hamilton mögé, és akkor innent valószínűleg direkt csinálták, hogy legyen izgalom. Igen, szerintem. Hogy itt úgy voltak vele, hogy figyelj, lesz egy kör,
rendezzétek le ezt 1v1. Szerintem úgy voltak, hogy csak ugyanakkor, amikor ezt a döntést szerintem ott meghozták, ott azért már látszott az, hogy Verstappen zsírúj gumikon, Hamilton meg a nem tudom. Az stratégiai hiba. Hamilton is kimehetett volna. Igen, de aki, az az ember, aki ezt a döntést meghozta, ő abban a pillanatban tudta, hogy ki fog nyerni. Valószínű. Mert akkor hát, már, ja. Akkor már a kere, de akkor már kerekek le voltak cserélve. Látta azt, hogy oké, Verstappen zsírújon van, egyedül de ők ketten... De miért nem cserélt? Mert a szabályzatot tudta a Mercedes, nyilván. Hogy amúgy elengedhetik hivatalosan azt a hármat, tehát hogyha első körben elengedték volna, azért volna a jogos, ezt aláírom, de akkor tudhatta volna, hogy amúgy is mögött be fog menni mögé a Verstappen. Vagy bíztak abban, hogy ezt szépszik állat, ezen tök felesleges vitatkozni. Ugyanakkor nem szabályszerűen haladott a verseny, szóval hogyha valaki ebbe belekölt, az is jogos. Igen, itt van valami, bocsánat, Verstappen mögött is volt lekörözött autó, de azokat nem engedték el, a szabály szerint el kellett volna. Na, ezt nem tudtam, ez megint megkérdezhető, aláírom. Szóval miért nem ment az a futam szabály szerint? Nekem ezzel van az egy hogy bajom. Akkor ahogy kijött a safety car, rögtön mi nem engedték az összeset, nem? Igen, hogyha mondjuk miért pont az utolsó futamnál hozták meg ezt a döntést, amit amúgy előtte mindig megcsináltak. Szerintetek nem lehet az, hogy ilyenkor azért valamennyire meg van mondva, hogy valaki azt mondja, hogy figyelj, most kéne valami nagy változás így, valami kell a sport. Minden évben van, azért lett izgalmas, nagyon-nagyon szóval, nézőszám. De hogy nem az, hogy a Ferrari dönt úgy, hogy van, na most ők megfizetik, hanem hogy azt mondja a főnökség, igen? Az Forma 1-nek főnökség, hogy most kell valami nagyon nagy durranás, mert lejjebb vannak a nézőszámok. De ezért változtatnak az autókon. Vannak szerinted ilyenek? Vannak, de ez igen, nagyon mondja Bani, ezért változtatnak a kocsin. Mindig, most például nagyon az aerodinamikáról szól az egész versenyzés. De ezek a sprintfutamok, amiket bevezetnek. Sprintfutamok is vannak, szóval hogy ilyen nagyon rövid futamok. Tehát, hogy nagyon mindig van változás, igen, hogy kicsit úgy felkavarja. Amikor annól behozták a DRS-t, igen. Hogy gyorsabban tudsz előzni. Meg azt is, hogy mikor, hogy mit tudom, 3 körig nem, utána ha safety car. Tehát, hogy olyan apró kis változtatások vannak, ami miatt minden évben néző számrekordot dönt. Mondhatnak, szerinted nem mondanak ki, hogy Hamilton most át kell valahova menned a Mercedesből? Olyat nem. Elmondom a teóriám, mert erről még nem beszéltünk, hogy miért igazolhatott át Hamilton. Szerintem nem a pénzért, mert a Mercinél ott vagy 10 éve, az összes címet megnyerted, amit lehet. Szerintem nem a pénz az elsődleges. Szerintem a Hamilton mekkora sérelem lehet az a VB, ami elment neki, ahol a 8. meg lehetett volna, és csúcstartó lehetne, ugye a Schumachernek van 7. Szerintem rájött Hamilton 2 év után, ugye 2 év a Merci nem szar, bocsánat, azért második, harmadikok a konstruktőri világban, a sorban, annak nem mondható, de ahhoz képest. Ahhoz képest, amilyen nem volt, jelenleg nem jó, és a saját szintjéhez képest, és a Hamilton szerintem még akar nyerni egy VB címet, és szerintem a Ferrari-nál, csak azon előtte. A Ferrari-nál stratégia nem lett volna idén, hányszor rontottak a el? A Ferrari jó, hát a Leclerc az év elején, nem is tudom, nem idén, nem 2023-ban, hanem 22-ben a Leclerc év elején futamokat egymás után zsebelt, nyert mindig. És igen, és amikor nem nyert, legalább 2-3 futam volt, hogy a Ferrari dobogós helyeket szerezhetett volna, meg akár nyerhettek is volna, nem tudom, hogy melyikük, ha a stratégiailag nem rontják el ezeket. Hát mennyi mém van ebből az ABCD stratégiából, és a plan B, plan C. Tehát, hogy ott én azt nem értem, hogyha nem is kell kirúgni a csapatfőnököt, de aki a stratégiáról dön, hát miért nem, tehát mondjuk egyszer hibázhatsz, kétszer hibázhatsz, amikor egy szezonig végig hibázol egy ekkora csapatnál, akinek ráadásul nagyon jó az autója, hát miért nem cserélik le azt a stratégiát, vagy tesznek mellé valakit, hogy ember, szedd már össze magad, hát ezzel rontjuk el a szorosomokat. Szerintem itt azért ma azt is bele kell kalkulálni, hogy a Hamilton azért nyilván nem jövőre, meg majd azután, de hamarosan vissza fog vonulni, és azért azt elmondani, gondolom, még soha nem volt a Ferrari-nál, ugye, ami a Forma 1-ben egy ilyen ikonikus nagy csapat. Igen, én imádom, szerintem, nagyon szeretem. Én is szeretem, autólag, a autóilag a kedvencem a Ferrari, én is szeretem a csapatként Ferrari-t, a Red Bull nagyon szerintem jó. Ilyenkor neki is így bemotoszkál a fejébe, hogy mi lenne akkor, hogyha tényleg ebbe a történelmi Forma 1-es nagy csapatba vonulnék vissza, és oké, itt ott van, hogy oké, 10 nem tudom hány éven keresztül a Merci támogatta, vele nyerte meg a legtöbb VB címét. Vagy azzal nyerne még egy VB-t, és lehet, úgy szállnak ki. Igen. Na ez lenne a szép, hogy azzal dönteni meg a legeslegnagyobb rekordot, igen. A 7 VB címet, hát, hogyha Ferrarival, és utána kiszállnak. Azért átmenne a Ferrarihoz, és az első futamot azonnal megnyerné, szerintem megborulna a világ, meghűlne. Őszinte leszek, megforulna a fejembe, hogyha átmegy a Ferrariba, és mondjuk van egy Verstappen Hamilton párbaj, lehet szurkolni inkább a Ferrarinak, mert nagyon szeretem a Ferrarit, inkább azért szurkolnék a Hamiltonnak egy csatában, mert a Ferrari autóban ül, mert amúgy annyira újdonság, nem mert újdonság. Újdonság, meg harc lenne. Meg, hogy fel szóval tudja húzni a Ferrari-t. Egyszer ide szurkolnék, egyszer oda. Nem lennék ilyen elvakult szurkolás, ha már szurkolás, Tomás, köszönjük szépen a sok szurkolást. Opa! Közben nagyon jókat írtok egyébként. Bocsánat, hogy... Menjünk rá a kommentekre, nyugodtan. Menjünk rá, mert egyébként nagyon tényleg sokat írtok, és köszönjük, és írjatok is folyamatosan, de tényleg ez egy beszélgetés, és néha beolvasunk üzeneteket. Szóval szép reggelt, végre sikerült becsatlakoznom egy live-ba, remélem nem maradtam le sokról, egy Spotify hallgató. Így van, köszönjük szépen. A Ferrari-hoz, amivel hozzászól. Igen, nem.
nézem vissza, visszatekergetem. Kicsit sajnálom a Mercit. Szerintem nem kell sajnálni egy olyan csapatot, aki 7-8 évig a csúcson volt, minden. De annyira csúcson, hogy egyszerűen felesleges volt és nézni. És majd valószínűleg lesz megint. Szóval biztos, hogy lesz, és most van 3 éve, vagy lehet, hogy lesz 4-5 éve, ami szar. Szerintem nem ezért kell sajnálni a csapatot. A Haas sajnálom inkább. Há. Tehát, hogy megtesznek mindent. Nyilván sokkal kisebb a büdzséjük, amiből dolgozni kell, de ott egy csapat, ugye, nem tudom, a Drive to Survive-ot nézitek? Igen, láttam. Én csak elkezdtem nézni. Első évadot láttam. És a Haasról szólt, és annyira szimpatikussá vált, mert nagyon. Eddig a Mazepin előttem. De hogy egyébként a legtöbb rész az a Haasról szól. És én szeretem. A Mazepinen, Mazepin ugye úgy volt neve, ez úgy volt csúfa, hogy Mazepin, mert konkrétan ment egyenesen, és egyenesen is képes volt 6-szor megpörülni, azt falnak vágni a kocsit. És hogy ott egy csapat, aki kis büdzséből dolgozik, de nem adja fel, dolgozik, nyomja, próbálkozik, inkább őt sajnálom, hogy sőt, most amúgy tök jó szerepeltek az idényben, mert egy csomószor voltak elől azért a top, nem tudom, 10-be. Tehát inkább őt sajnálom, hogy küzdködsz, próbálkozol abból a kevesebb pénzből, amiből tudsz, és akkor néha legtöbbször utolsó vagy. Inkább ezt sajnálom, a pilótáik egyébként a Haasnak abszolút nem rosszak, szóval nagyon jó pilóták, a Hülkenberg és a Magnussen, azért ők jókat mennek, szerintem. Főleg úgy, hogy talán a leggyengébb csapat autójába ülnek, talán. A Schumacher is ott volt, Igen. Csak ő átment a Mercihez most, harmadik pilótának. Komolyan? Aha. Ha választhatnátok, komolyan. Én ezen gondolkoztam. Hát én Merci. De most. Nem. Most nem. Is, azt de tudom, most is. Azt tudom. De ne, az oké, de nem. Hogyha választhatsz, hogy pilóta vagy egy Haasban, vagy harmadpilóta egy Red Bullnál, vagy egy Mercinél, egy nagy Ferrarinál, egy nagyon nagy csapatnál. Tehát igazából nem vagy pályán, mert lássuk, mert mi nem nagyon volt arra példa, nagyon ritkán, hogy a harmadik pilótát kellett beültetni versenybe. Mit csinál? Inkább vezetnék. Én is. Ez olyan, hogy kispadon játszani fociba, ott vagy egy jó csapatban, de kispadon vagy végig. Havi 2 milliárdért tudod itt jó, van. Hát jó, igen, csak hogy be se hívnak, nincs sikerélménye, de azt érzed, hogy feleslegesen vagy itt, és meg nem tudom. Ha ki itt 2-4 millió érülni a kispadon amúgy. Jó, hát persze, oké. Okay. De nem, szóval nem, mert valamennyire a becsületedet sértik azzal, hogy ott vagy, te készülsz rá, akár be is melegítesz, mert tudod, ilyenkor be kell melegíteni, hát ugyanúgy, hogy készen kell persze állni, és akkor az utolsó, ha szerencséd van, az utolsó pár percre beküldenek fociba. Szóval, és az olyan degradáló. Amikor 4-2 az állás, akkor ja, hogy mennyibe fuss egy kört, fiam, és akkor... Nehogy lesérüljön a másik. Szóval nem azért mész be, hogy játsz, hanem a másik ja. Jön plusz, ki, miattad. A Williams, ugye Williams is egy gyenge csapat, a Williamsnél volt a Russell. És például a Russell ott ment, oké, egyszer-kétszer hozott egy jó eredményt, de amúgy nem hozott a jó eredményeket, de leglátták benne, hogy baszki, egy nagyon jó pilóta. Russell nagyon ügyes. Annak ellenére, hogy ugye gyenge kocsi volt, és nem volt elő, nem nyerte a futamokat, és mégis a legnagyobb csapat felvette, mert látták benne a potenciált. Szerintem, ha egy rosszabb csapatban mész, egy rosszabb autóval mész, de meg tudom mutatni, hogy amúgy jó vagy. A Norris is a McLarennél szerintem abszolút, berakják egy kicsit gyorsabb kocsiba, szerintem ő is szétszer mindenki. Simán, pedig a McLaren egy évig milyen jó volt. De itt a jó bizonyíték, hogy például az Alonso kapott hirtelen egy versenyképes autót, és azért mégiscsak egy többszörös világbajnokról beszélünk, mégis azért hopp, visszajöttek az ösztönök, azt elkezdett szépen lekörözni mindenkit. Igen, egyetértek. Azt írják, hogy ez olyan, mint a tizenek felesleges róla beszélni, miért nem lehet elhinni azt, hogy elsüllyedt és kész. Hát pont a Titanic érted olyan, hogy szerintem mindenki azt gondolja, hogy elsiet, és milyen teóriák. Nagyon sokan. Milyen teóriák? Van, hogy el se indult, hogy az egész sztori kamu. Miről? Nem, ott van a fenekén az óta. Nem az én teóriám. Értem, de érdekel. Én olvastam már ilyet. Az nem az igazi. Nem, én olvastam már ilyet, hogy Titanic, hogy persze, hogy mint a lapos fel, a TikTok kiszokta dobálni nekem, ja. Random, pedig nem nézek semmilyen földdel kapcsolatos dolgokat, hogy miért kamu az, hogy a föld nem lapos, hogy amúgy lapos a föld. A Titanicról ugyanez van, hogy nem az a hajó süllyedt el, kamu a felvételek, egy másik hajó tényleg ott van, de az nem a Titanic, az egész a film rá lett építve egy film, amiből úristen, mennyi pénzt keresek. Csinálok egy szavazást. Döntsük már meg a 600 nézőt, nem volt még 600 nézőt. 540, jó. Igen, és beírok... ne felejtsétek, hogy Barney kopasz lesz 40 000 követőnél. Kopasz lesz, azt mondta. Illetve 10 000-nél budjantott tojást csinál jövő héten, szóval legyen meg jövő héten. Jövő héten meg lenne? Nem lesz meg. De valóban tegyük már ezt a kopasz 40 000 követőt. Itt van. Instára. Kirakom szavazásba, hogy melyik csapatot választanátok ti nézők, hogyha lehetne választani. Én a kulcsára ötöt tudok beírni. BMW, Volkswagen. Dacia. Skoda. Ferrari, Mercedes, Red Bull. McLaren. Meg legyen egy... Egy gyengébb. Egy Aston Martin. Jó. Nem, akkor már nagy a különbség. Jó, Aston Martin. Ha a kocsit választhatnátok, melyiket választanátok? Kaptok egy kocsit, nem kinézetre? Nem az F1-es kocsit, hanem kaptok minden napi használatra kaptok egy kocsit ebből az ötből.
Aston Martin. Én a Red Bull autót. Menni a promóteres csajokkal, promotálnád a Red Bull. Én Ferrari. Hát én lehet, hogy McLarent azért. Én Ferrari. Akkor már. Én is Ferrari. Nagyon Ferrari. Már csak az olasz vonalaim miatt. Nagyon nincsenek olasz vonalaim, de... Nagyon Ferraris vagyok. Én nagyon szeretem a Ferrarit. Jó kis olasz, azért kivillanott is a check engine lámpa elég gyorsan. Kim van a szavazás. Akkor is. 560 néző, srácok, 600-an leszünk. Gyerünk 600-an, és utána egy hype train benyomunk. 600-nál szétszedjük a hype train. Várjál, hogyha lesz 600 néző... Kopasz lesz a Barni! Ha lesz 600 néző, hype train nélkül benyomjuk a hype train-t. Ez nagy vállalkozás. Hogyha lesz, hype train nem lesz, de 600 néző lesz, benyomjuk a zenét. Csak a nézőszám a lényeg, lement 30 néző. Hívjátok meg a haverokat az élőbe! Szóval anyának, kapcsolja be a streamet! Főleg, hogy most Kulcsár Edináról lesz szó. Kulcsár Edináról lesz szó. A Kulcsár Edináiknál az történik, srácok, hogy elindítottak egy realityt. Készítek el. Igen? Halóvilág? Big Brother? Small Brother. Telefon. Valóvilág telefonnal. A lényeg az, hogy... Small az van egy reality-juk, ami ráadásul fizetős. Közel 1500... Jaj, nem. 1500-2000 forintot kell azért fizetni, hogy az egykori szépségkirálynő privát Instagram közösségére... Az egy fehér sok. Hát ez 2000? Az egy harmad reggeli. 2000? Ez jó, bitekbe szurkol. Nem... Hálás vagyok 20 centnek is, aki itt szurkol. Én abszolút. Én nézem a biteket, és de jó. Tehát közel 2000 forintért nézhetnek meg azok, akik feliratkoznak az egykori szépségkirálynő privát Instagram közösségéhez. Azt hittem OnlyFans lesz. Nem. Az nagyon menne mondjuk. Az nagyon menne. Ez Instagramon megy, mert már el is indult a vlog, és az első rész azonnal nagy visszhangot váltott ki. Jó, vlogol. Hát ez úgy képzeljétek, hogy ez nem egy olyan reality. Nem láttam, mert nem iratkoztam fel. Ez olyan reality, ahol ha jól olvastam, mintha telefonnal sztorizgatnál egész nap, csak abban egész életedet, tehát mint te mi kirakunk 3-4-5 sztorit egy nap, ő meg mondjuk az egészet lerilszezi egy egész napot, és akkor kim vannak a de sztoriba? Vagy ez hova rakja ki? Nem, hát videóba. De hova rakja ki? Hát Instagram közös, Instagramra. Vannak a ilyen, közösségi vannak... broadcast channelre? Közösségi csoportban? Hú, ez jó, nem. Van ez a tudod, most már van ez az előfizetős. De az fizetős? Tudod fizetősebb állítani. Tudom. A külön közösség. Ez egy új fül. Arrébb lapozás, ott van egy új fül. Új és van, aki rakja, hogy nem tudom, most épp... Igen, az egész napját. Tehát a reality-t csinálnak, gondolom. És hogyha veszekedik, az kiteszi, mert az a reality, az a veszekedésből áll a reality. Meg a gagilás. Ezek mennek a reality-be. Meg a vajas kenyeret. Hát 2000-ért szerintem nem. Vajas kenyér. De ezek mennek a reality-be. Vajas kenyér kenő tutoriál. Hát lehet, hogy ilyen takaró alatti kis poén izé van, mint a való világban régen, hogy kicsit bemennek a takarán, nagy gyorsan, GVM 2000 forint, kicsit csináljunk már valamit, azt a takarót kicsit. Várjál, már jött 20 bit. Hallod, hogy suttognak, mert ugye itt van a mikrofonja, és akkor hallod, hogy suttognak. Hallod, nehogy észrevegyenek minket. 2,5 milliónál tartunk. Csináljuk valamit. Rakjunk fel a kis kutya effektet. Na, először is szerintetek ez mennyi? Oké, tehát... Hát én előfizetek. Ne legyünk álszentek. Azért azt, nézzük, ne legyünk álszentek. Mi blogolunk, mi kirakjuk az életünk nagy részét, kirakjuk mi is. Nem realitizünk, azért nem a realitizunk. Erre előfizetsz, megmutathatod a streambe? Vagy ez se? Szerintem ne. Azt tényleg nem, azt tudni nem. Na, előfizetek. Szerintem pont ők, jó, fizesse. Pont ők elosztjuk. Ő volt az, aki legjobban sajnálta a 2000 700 forintot megér annyi. Két perc után, előfizetek. Nem, 700 forintot megér, belenézhetünk. Hát, mert hogy mi nézzünk bele, nem mutassuk meg kamerában, vagy kifele, mert előfizetés. Ábel csinálja, nem. 1790 forint havonta. Mennyi? 1790. Figyelj, alapból, várjátok, alapból, most nem rosszból. Kész, sok, mi? Ennyi. Sok. De... Trió tagság YouTube-on volt 500 forint. És nem kaptak semmit. És nem kaptunk semmit. Hát mert nem takaró akrobatikáztunk. És ti nem kaptatok semmit. Csóró. Jó, így már logikus. De a felszerelés, meg minden, amiben... semmit. Srácok, azért a felszerelés, meg a sok minden, ami belerakunk egy rakat pénzt, azért... Nagyon, nagyon hálásak vagyunk a támogatásra, mert amúgy a legtöbb részét tényleg visszaforgatjuk ide, egyelőre, ami bejön, konkrétan... Egyelőre ez a műsor minuszba vagyunk. Jó, kifizettem, 1790 forint, ahol mondtam, nézzük, várjátok, mielőtt belemegyünk. Tudod, banki tranzakció, minusz 40. Csak ki van írva, hogy 1700. Hát de tesó, belefér. Hirtelen jön mielőtt a vásárlás, jön hirtelen Oroszországból. Ne legyünk álszentek, amit mi csinálunk, az, hogy kirakjuk YouTube-ra az életünk 50-60-70%-át, az Instagramra is sztoriba folyamatosan sztorizgatunk. Ingyen. Nem ingyen, oké, nem ingyen, mert hogyha szponzorációt rakunk ki YouTube-ra, de ingyen, a videó ingyenes a nézőnek. Ez igaz. Viszont azért mi is kirakjuk az életünket, nem hívjuk realitynek, mert azért nem ez nem egy reality, nem minden napunkat rakjuk ki, és nem
tudom, hogy mennyire, mindjárt van egy hír arról, hogy mennyire belemegy itt a mindennapokba az Edina. Itt van, meg tudjuk nézni. Egy pillanat. Ez csak... mind tölti fel. Aha. Szóval valahol mi is kirakjuk ki a dolgokat. Nem rakok ki ennyi posztot. Mi is kirakjuk a dolgokat, csak mi nem kérünk érte pénzt. Szóval azért érthető, amit csinál, és annyira egyébként én nem ítélem el, ezt most tök komolyan mondom, mert most 1700 fontot ki egy hónapra, annyira 1700 font nem sok, és cserébe, ha valakit érdekel Edinának a bensőséges életet... Én ezzel nem értek egyet. Ha valakit érdekel, és neki megér 1700 fontot, én ezért én nem törnék pálcát. Én ezzel azért nem értek egyet, mert szerintem maga a content az a nézőnek legyen mindig ingyenes. Elfogadható, ebben nem is vitatkozok. Az, hogy most mondjuk te egy kicsit valamit tovább húzol, hogy szóval például vegyük a mi adásunkat alapul, ingyenesen az egyrészt összefoglaljuk YouTube-ra, ja. Hogyha egy dolog nem ingyenes, hogyha szeretnéd reklám nélkül a teljes nyers adást visszanézni, hogy meg faszkodunk a videó elején, az azért fizetni kell. De hogy a Spotify ugyanúgy az egész adás ingyenes, ha kirakunk egy YouTube videót, minden ingyenes, ha mi van még, Instagram képet kirakunk, azért se kell külön fizetet, hogy megnézd azt. De szerintem azzal story-t. Nincs baj, hogy extra tartalmakat ad plusz pénzért, mert ugye ez egy olyan lehetőség, ami Patreonon már, szóval YouTube-on a tagság. Viszont ezek azok az extra tartalmak szerintem, amiket amúgy is kirakna, nem? Mert az, hogy például a Csigér Alex a YouTube-on a tagjainak összevág egy teljesen igen, új egy plusz videót, ezek mennyire egyre? Ezek is új videók. Nézzük meg egyet. De ezek is új videók. Itt van GVM-mel. Na, amit most nézünk, közben kommentáljuk, ezt most nem mutatjuk meg. Épp halkítsd be egy picit. Ha jó, meg van vágva. Ilyen téren ez majd plusz pont. Építkeznek. Igen, az épít... Tehát amit... Halkítsd le, ne hallatszom. Igen, ne hallatszom. Szóval, amit látunk, az az, hogy Edina vlogol, tehát beszél a telefonba, mintha mi vlogolnánk YouTube-on. Sima selfie kamera módba. Igen, sima selfie kamera módba a telefonnal, és akkor elmondja, hogy építkeznek, és mutatja be az építkezés részleteit. Srácok, ő tölt... Hány like van rajta, azt látni. Hány like van rajta? Vagy hány felirat? 125 kedvelés. Akkor annyian már felirat. Tudott-e kedvelni? Micsoda? Tudott-e lájkolni? Előfizető. Csak úgy látod, előfizető. Akkor annyi előfizető már van? Itt van, és biztos, hogy több. És így írja, hogy Vargáik Reality első évad 9. rész part 2. És akkor itt egy kanapén vannak, és csak beszélgetnek, és vágatlan azért ez. Jó, most az, hogy megfordította a selfie kamerát előbb, ez vágatlan. Szerint, srácok, Edina rak ki tartalmat ingyenesen is a közösségi a Instagramjára. Ha most YouTube-on a tagság, amik a Alexnak van, a csomó embernek van, a tagságért cserébe, tehát 500 font, 1000 font, 2000 font YouTube-on a tagság, te adsz plusz tartalmakat, Edina tulajdonképpen ugyanazt csinálja, csak Instagramon, hogy igen, alapból ad tartalmakat azért... ingyen, de ad plusz tartalmakat. Edina itthon az egyik legmegosztóbb mainstream celeb. Ő nem egy influencer, Alex egy youtuber. Nem celeb. Dehogy nem. Az Edina szerintem inkább influencer. Nem, Edina celeb. Nekem a celeb a tévész celeb. Az Edina nem hát egy tévés. Edina tévéből lett ismert. Szépségkirály lett, és nagyon sok műsorban szerep. Az össze, hát csak a páros műsorokban, ahol én is voltam, meg a TV2-es páros műsorokban, én hát három tudom, különböző nekem, párral volt már. Én őt social felületen sokkal többet látom, mint tévében. Hát persze, de most már lassan mindenkit. Hát a Tillát is többet látom a social médiában. De a Tilla meg nekem egy ilyen OG tévés, nem tudom. Csinálok egy szavazást, kíváncsiak. Edina celeb. Én ezt nagyon tartom. Edina egy megosztó mainstream. Előfizettem, 1790, kb. 10 perce fizettem elő, igen. Vagy mennyi? Nem lehet lemondani. Nem az a baj, hogy összességében mennyire szomorú az, hogy erre van igény, nem arra, hogy valami igényesebb dologért fizessünk. Ez az egész YouTube világ, egész, nem csak magyar, az egész YouTube világra na igaz. Jó, sőt, az ez egész a baj. TV és minden világra igaz, hogy régen, amilyen műsorok mentek, most nem YouTube-ra beszélünk, de a világban, persze, amilyen műsorok mentek, arra igény volt, ma meg már ott tartunk. Egy. Elkezdene Minecraft Survivor gameplay-eket én is feliratkoznék. Amúgy nem rossz, elkezdene gameplay-ezni, tudja, egy csomóan feliratkoznának, és amik elpoinkodná, de figyelj, szerintem egyetértek a minőséggel, meg hogy úgymond annyi munka nincs belebíve, mint ha megvágunk egy vlogot. Ezt aláírom. Én hogy valaki... nagyon jól tudom, hogy az Edinának ez így jobban megéri, mint hogyha jobban megvágná a videókat. Hát én azzal egyetértek. Meg lehet, hogy nem is akar azzal foglalkozni. Őt az nem érdekli, őt az érdekli, hogy ő megmutatja a saját kis egyszerű formájában azoknak az embereknek, akiket érdekel. Az már más kérdés, ez tényleg egy más társadalmi kérdés, hogy ez gond vagy nem gond. De egy mainstream megosztó influencer ember, egy influencer celeb, ha van rá közönség, lehet azért iratkoznak fel, mert utálják, és azért is brakarnak csámcsogni, meg utána Redditre kiírni, hogy fú, mit csinálta a realitire. Simán, biztos már Redditen van, de figyelj, ő ezt tudja, valószínűleg biztos, hogy tudja, ő ezt kihasználja. Szerintem nagyon sok mindenével, most nem őt védem, nem értek egyet, de szerintem ezzel, hogy 1700 fontot elkér havonta, azért, hogy nekem az a baj, hogy nem tudom lemondani. Szóval elkér egyszerre havonta, és jövő hónapban ugyanezt ki fogom fizetni, mert nem tudom lemondani. Olyan téren, nem tudom, kereslet kínálat, szóval, hogyha erre van igény, és előfizetik, és van, nagy számai vannak. Nekem ezzel van bajom, hogy erre van igény.
Tehát amikor mondjuk TikTokon ott volt az a botrány, hogy az a Norina, azt hiszem ő, remélem, hogy ő, de volt egy olyan, hogy élőben lecumizott valakit. Volt ilyen TikTok. Micsoda? Komolyan. Mi? Nem hallottad? Botrány volt. Nem nézek így TikTokot. Hát én sem nézek így, hát olvastam. És ezt a TikTok élőbe, engedi. Hát utána gondolom le lett tiltva, de még a Osvágy Zsoltinak is volt erről. Nagyon-nagyon... tehát mondta, hogy ezt kell feljelenteni, meg lehet fel is jelentette, aztán a Zsolti fel is jelentette, de te lehet, hogy nála láttam, vagy az ő YouTube-os címébe. Na például ez, tehát érted, ha már itt tartunk, és arra igény volt, mert nézik azt a csajt, aha. Tehát erre, ha igény van, akkor basszus, akkor inkább most az Edina, akinek egy megosztó élete van, aláírom, de inkább a, jó, csak az ő realitét nézzük, amiben nem ez megy. Hogy mindkettő rossz, de az egyik kevésbé rossz, akkor az jó. Nagy. Hát nem mondtam, hogy jó, de tehát az igényekről beszéltünk. Jó, csak hogy ne emiatt, erre igény jó, van. De ne emiatt fogadjuk már el ezt el. De mi? Hát, hogy ez okay. Hát, hogy van ennél rosszabb. Mert hogy ennél van rosszabb. Nem emiatt fogadjuk el, hanem a megosztottságról beszéltem, vagy az igényekről beszéltem, hogy mire van igény. A tévéműsorokról indultam, és átmentem oda. Én abban biztos vagyok, hogy erre van erre igény. Igény. Azzal van. Nem vitatkozok. Erre is csak igény ez van. A szomorú, hogy erre van igény. De akkor mondok valamit. Na, akkor mondjuk, akkor menjünk át az igények. Zene. Oké. Zene. Ott van valaki, egész életében tanul akár énekelni, akár egy hangszeren, zseniális, legyen az klasszikus, legyen az akár pop, zseniális, mire van igény? Ratata. Kiraktál volna egy nagyon jó instrumentála, valami nagyon jó zenét, tizedennyien nézték volna meg. Biztos. Akkor leadsz az igényből, mert erre van igény. Jó, de én meg utólag beismerem magamról azt, hogy az rossz, amit kiraktam. Hát én is beismerem. Nem rossz, nem rossz. Hát figyelj, kielégítetted az igényeket. Na jó, csak nekem az a baj, a zenét, hogy ezt hosszú távon nem raknék ki ilyen zenét. Hát jó, de te vagy, te ezt belátod, hát de van, hát aki, de ez van aki egy egész karriert arra épít fel a zenébe, hogy az igényeiket kiszolgálja. Igen. És tudja, hogy amúgy ő is tudja. De hogy még elmondhatom azt, hogy szerintem az nem jó. Tudom, csak ha igényekről beszélünk, akkor mindenki egy kicsit alkalmazkodik az igénye. Ez a piac erről szól? Persze, több szubjektív, szóval mindenki arra fizet előre, amire akar. Szóval én nekem például a trióra ugye megírja. Ja, hát itt akik előfizet, Dubajos, köszi az előfizet. 121-en előfizettek. Tényleg, Ábel, amúgy te is itt írják, hogy csak úgy létezzel múltkor, és szólj bele a vitába. Igen, csak le akartam mondani, basszus, hogy ne vonják ezért a pénzemet. Nagyon megviselt ez az ezeket. De sikerült, úgyhogy igen. Letiltottad a kártyát. Rendőrségi feljelentés. Egy csomó idő volt, mire megjelent, mert ugye Apple-lel fizettem elő, és egy csomó idő volt, mire megjelent az Apple-be. Én azt gondolom, most hol tartottunk? Ott tartottunk, hogy az igény, a piaci igényekhez, igaz, teljesen egyetértek azzal, hogy sajnos nagyon nem vannak az igények, de a piaci igényekhez valamilyen szinten igazodnod ami kell. Neked belefér, de alkalmazkodni kell. Valahogy én alkalmazkodni mondtam. Kell, de szerintem azért találsz egy kicsit előre törekvőbb stílust. Azt írják, hogy szakál nélkül nem szólalunk meg, amúgy tényleg, ami ott nincs szakálom. Elment az önbizalmam, az összes önbizalmam ötelben. Szerintem az, hogy ő elkér 1500, most érted, 50 ezeret kérne, azt mondanám, hogy nagyon-nagyon el van korcsú a világ, de kér 1700 fontot havonta mindennapi tartalomért, az ő közönségek, nem az én közönségem, soha nem fog fogyatkozni, nekem az, nem érdekel. Engem az 50 ezer, engem most az összeg se zavar, szóval az, hogyha valaki 50 ezerért kifizeti ezt, fizesse ki. Nem, csak az nem, Edina, nem. Az Alex a saját stílusában, oké, neked az a jó, hogyha valami szakvágva. Nem az a jó, egyáltalán hanem, hogy munka van belefektetve. Jó, igen, amit látom, hogy azért van az a pénz, amire én fizetek, látom azt, hogy az a creator valahogy tényleg azt a jogosan fizetem ki neki azt a pénzt. És ad neked valamit. De lehet, hogy az Edina élete valakinek ad valamit, inspirálja. Lehet. És ezzel. Jó, ez nekem ez a szubjektív véleményem, hogy inkább egy olyan dologra fizetek elő, ami nekem előrébb mutató, mint te vagy. Ez az én véleményem. Én sem fizetek elő. Tehát én nem azért mondom, hogy megveszed a Blikket, vagy sem. Én nem veszem meg, mert én ezt nem pénzelem, de van, aki az idős nénik, nem tudom kicsodán. Nagyon jó példa. Ugyanez. Szóval ugyanez. Ők fognak költeni a Blikre, mert érdekli őket ez. És ott, ami szenny megy, az neki kell. Ez is, persze, nem tudom, hogy nevezhet. Csak neked az. Persze, nekem de ez szenny. Én sem iratkozok. Igen, csak de épp ezért, akkor te is egyet értesz mondjuk azzal, aki megveszi a, mondj egy újságot gyors, egy Forbes-ot. Igen. És jó, arra költ el egy drágább újság valószínű. Meg egy igényesebb. De talán te is logikusabbnak találod azt, hogy amikor az ember megvesz egy Forbes-ot, vagy egy Blikket, hát vagy egy sztorit, vagy egy hotot. Persze, de ezt én is mondom, hogy nem iratkoznék fel. Én azzal is tiszta vagyok, hogy az Edinának ez jó. Én azzal is tiszta vagyok, hogy ez menjen, ez oké, kereslet, kínálat.
Csak te nem az én személyes te... véleményem az, hogy én ilyenre a büdös életben nem figyeltem elő. Soha. Hát ezzel egyetértünk. Én sem. Csak... siratja az 1700 forintot. Én se iratkoznék fel soha. Egyetértek, hát én is igényes tartalmakat szeretek nézni, amit amúgy sokkal kevesebben szeret. Tehát, hogy sokkal kisebb megtekintések van. Csak trió a tri... Twitchre. Csak én nyomnám, hallod, én feliratkozom. Egész nap azt szoktam nézni. Én most feliratkozok magukra. Én se iratkozom fel ilyenre. Inkább feliratkozok egy nagy óra. Mondjuk be, hogy köszönjük Barninak a feliratkozását. Donétej már egy pár százezrettel. Kicsit dobjuk már meg itt az egészet. Inkább egy nagy óra feliratkozom, és az érdekel, mint hogy, vagy mondjuk a Disney Plus-on a National Geographic-ot ugye lehet nézni egy csomó viszont. Inkább arra feliratkozom, nem sajnálom rá, én inkább azt nézem. Én se iratkoznék fel erre, de ha megvan erre a réteg, és ő naponta kirakja ilyen napi vlog egyszerű, közvetlen, vágatlan, színezetlen, szerkesztetlen formába kirakja a dolgait, és erre van igény, van az a közönség, nem én vagyok az a közönség, nem mi vagyunk az a közönség, de én ezért őt nem ítélem el. És kiteszel valami minőségét, az sokkal kevesebb embert fog megmozgatni, mert itt tart a piac igény, mert itt tart az igény, nagyon rossz. Viszont rámegyek egy hírre, ami miatt felhoztam ezt az Realityt. Amivel viszont már, na itt van az, ahol szerintem átlépünk egy határt, ha igaz, ugye ezt egy portál írta meg. Elindult Kurcsányban a fizetős sádi reality-je, rögtön GVM kórházi káváriájában. És akkor itt van az, amivel már szerintem probléma van. Edina terve gyorsan testet öltötte, el is indult a vlog, az első is azon a nagy visszhangot váltott ki. A modell üzletasszony ugyanis a felvezető monológiában elmondta, hogy a férje kórházban van napok óta, de a részletekről nem akar beszélni. Persze azt nem hagyja, hogy információk nélkül maradjunk, ezért a tündéri kisányukkal együtt meglátogatják GVM-et a kórteremben. Nyilván ezt a reality keretén belül. Ennél a pontnál mindenki, aki valahogy bántotta a rappert, megsajnálja, azért, amin egészségügyre keresztül megy, és azért is, hogy a felesége az akarata ellenére ezt mindenkinek megmutatja. Varga Márk néven született zenés, ugyanis maga mondja el, hogy nem akarja a felvételt, mert sem fizikálisan, sem lelkileg nincsen ápolva, vagy a családi realityben szerepeljen. Amire GVM nem is emlékezett a videó alapján, csak arra, hogy valamikor korábban beszéltek róla. Ezt a nézőt szolgálni kell, igen. Felesége unszolására elmesél, hogy miként került kórházba, a rapper hetekig depresszióban szenvedett, felszedett 15 kilót, bal első fülében az egyensúlyérzék felelős szerve is leállt. Tehát van egyensúlyzavar, hány inger levertség, és a lehető legkevésbé van ahhoz kedve, hogy filmezzék, miközben mély ponton van. Mert ezt el is mondja, persze. Amennyire elejéből telik, de ugye fizető nézőket ki kell szolgálni, szóval a párja meggyőzi. Na, itt van az, hogy semmi gond ezzel a realityvel, hogyha ha betartasz egy szintet, de szerintem, ha igaz ez a hír, akkor ez az, ami már átlép egy szintet. Mert nincs elhatárolva magánélet és az izé, hanem annyira összemossa már a kettő. Igen. Itt az a baj, tényleg, amikor mondjuk beszéltünk arról, hogy a Bruce Willis esetében, hogy ugye ő már nem feltétlenül tudja, hogy őt videózzák, kiteszik róla ezt a videót. Schumacher. Vagy a Schumachernél, szóval jót nem kerül ki semmi. De pont ez a ellenpélda, igen, igen, de hogy beszéltünk erről, hogy amikor már nem feltétlenül tudja az a valaki, vagy most nem az, hogy már nem feltétlenül tudja, éppen nem feltétlenül tudja most akkor a GVM, hogy róla kikerül bármilyen tartalom, éppen egy nagyon mély ponton van, amiről nem akar feltétlenül megosztani, nem akarja azt a sajnálat hullámot, amit mondjuk a Barni kapott például a tüdős videó után, te is mondtad, hogy nem akarod azt a sajnálat hullámot. Én tudtam, hogy ezt hullámot. Fogom, én azonnal el is mondtam a videóban, hogy nem emiatt osztom azt. Persze, csak hogy... De lehet, hogy ő sem emiatt. Persze, csak hogy itt tényleg ez a baj, hogy mi volt, hogy a nézők, fizető nézőket ki kell szolgálni? Hát ez a cikkben ez van, hogy a nézőt szolgálni kell. Igen, szóval ez a baj, mert ki lehet szolgálni úgyis a nézőket. Hogy ezt hogy nem mutatod meg. Cikk vége, de azért egy valamire jó volt az egész, mindenki GVM oldalánál, és nem kritizálják, inkább sajnálják, hogy ennyire rosszul van, és kiárosították pár ezer forintért. Edinát pedig sokan irigylik, hogy két kisgyerek, egy csecsemő, egy kutya, és a kórházban fekvő férj mellett még van ideje forgatni és videókat vagdosni. Igen, szóval amit előbb mondtam, hogy azzal, hogy csinál egy ilyen realityt 1700 forintért havonta, és erre megvan neki a saját kis közönség, amit felépített 10-20 év alatt tévéből, influencerkedésből, semmi gond. De amikor átlépsz egy határt, ezzel már gond van. Ez nekem ilyenkor mindig az a nagy bajom, hogy az emberek, amit látnak online, rögtön személyesen kötik össze az emberrel azt a dolgot. Szóval mindenki úgy beszél most róluk. Figyelj, amit én mondtam, én nem az Edináról beszélek itt. Lehet, hogy az Edina egy tündér a jelenségről. A dologról, amire előfizetnek az emberek, nekem azzal van itt bajom. Ettől függetlenül nekem az is bajom, hogy ilyenkor az emberek nagyon valaki a személy ellen mennek. Szóval nem azt hát tartják... Hát ő hozta létre. Oké, de attól még az ember lehet, hogy a való életben egy tök normális valaki. Jó, de azért... Csak ilyenkor már elkezdődik az, hogy ő te ingyen élő, te izé, és akkor élőben... Ő tettei azok, amit csinál. Igen, tehát, meg okay, hogy ez egy értem, de attól függetlenül nem most sok össze ezt mindennel, szóval, hogy amikor mondjuk az utcán találkozol vele, és te egy dologban nem értesz vele egyet, az nem jelenti azt, hogy le kell köpni egyből. Persze, hát persze, de hát erről szól a média. Itt írták is, hogy ezt a gödröt magunknak ásták a GVM cinkos abban, hogy most ők ilyen celebek.
Szóval így lettek hát szerelek. Persze, hát rengeteget keresnek valószínűleg ebből, tehát hogy azért ott vannak mindenhol, így vagy úgy, de beszélnek, hát a Berki régen, Isten nyugosztalja, ő is arra épített, hogy direkt megosztóvá tette magát, és direkt csinált olyanokat tudatosan, hogy utána tudta, hogy ebből nagyon sokat kapni fog, van, akik szimpatikus lesz, van, nagyon sok emberek nem. Az Edina is, tehát Edina is tudja, hogy rettetesen megosztó, de így tud reflektor fényben maradni. És mégis látod, beszélünk róla. Szóval bejött. Mondom, látod, hát bejött. Persze. Bejött. Úgyhogy igen, lehet ezen vitatkozni, hogy ez a jelenség, az előfizetés dolog, ez kinek hogy, meg hogy mennyi munka van mögötte, mennyi munka nincs mögötte. Hatalmas követőtáborra rendelkezik, van az a pár száz, egy-két-három ezres, nem tudom mekkora a közönség, aki még fizet is azért, hogy őt lássa közvetlenebb környezetbe. De szerintem ezzel nem. Nincs gond, ahogy a YouTube-on a tagsággal sincs gond. Viszont azzal, amikor már átlépsz egy határt, és például tényleg ott van, nem tudom, hogy ez megrendezette, ki tudja már, mert már mindent láttunk, de hogy fekszik a kórházban mondjuk tényleg úgy, hogy nem tudsz mozdulni, nincs rendben szerintem. Engem személy szerint nem érdekel a magánéletük, GVM-et hosszú évek óta hallgatom, ha tetszik, amit csinál, akkor hallgatni fogok, bármit is csinál a magánéletében. Ennyi. Van már a Ratata óta rossz. Micsoda? Hát én még a Maricsékkal úgy csináltam zenét, amikor nem voltak felkapottak. Ah, igen. Én megláttam benne is a tehetséget. Ismertek voltak, de... A Suzival Balatonon azóta is a legjobb számuk. Szerintem. Meg a Girosztál. Az. Na az ő útuk amúgy egy, most ebben nem menjünk már bele, mert a vége az adásnak, de az ő útuk az egyébként egy nagyon szép út. Mert őket, nem tudom ti, hogy vagytok vele, de én amikor elkezdtem YouTube-ozni, az egy olyan út, ahogy annak lennie kéne. Hogy igen, tényleg a kis szobába, igen, a kis, nem adtad fel. Kis, nem adtad fel a kis szivacsok felszerelve a falra, az ugyanolyan út, mint a mi youtuber útunk szerintem. Írja valaki, hogy a Bál már sose volt jó, ez is megosztó, van akinek tetszik, van akinek nem tetszik, én sem nyomom be a rádióba, úristen, például nagyon-nagyon jó, nagyon nagy sláger, jó sláger, van még egy pár olyan slágerük, ami szerintem benyomják egy buliba, nem szerintem, hanem tudom, én arra nagyon jól tudok bulizni, élőben amúgy nagyon jól nyomja, egyszer hallottam őket élőben, és a zenészeik nagyon-nagyon jók, szóval rettenetesen jó a dobos. Jobb csinálnak amúgy, például én egyszer hallottam őket élőben. A diátadonnal voltunk ábellel, jó. Jó, de zenészekkel voltak ott? Nem, ott nem volt egy ilyen kis volt. Bruno vagy és Spak, meg... De, de hogy egyáltalán fél playback volt? Fél playback? Igen, hát zene az alap, az be volt nyoma. Na, de én úgy láttam őket, hogy a dobos, gitáros, billentyűs, tehát hogy a zenészeik, és zseniális zenész, nagyon jó zenészeik vannak, nagyon-nagyon jól szól. De ez is lehet szeretni, nem szeretni, azt viszont el kell ismerni, hogy ahonnan elindultak, tényleg a Suzival a Balatonon, a Deák téri Girosztál, érted, 200-300, 1-2000 embernek mindenki... ugyanúgy beleadtak mindent, akármilyen a dalszeg, akármilyen bugyúta dalok voltak még akkor, de beleadtak mindent, és most ugyanúgy, mint akkor, kicsit több önbizalommal, de beleadnak az mindent. A jó út, ez egy amikor, nagyon szép amikor út mindenki volt. A kis szobából kezd, és akkor szépen gyerekek, az a kis szoba az nagyobb. Pont ezt írták, hogy Ábel is a római kis szobájából kezdte. És most a pesti kis szobájába folytatja. Én már akkor néztem, és az a durva, gyerekek, az a szoba az tényleg olyan pici volt, mint ennek a szobának a negyede. Én visszanéztem a legelső videóitokat. 11 éve volt neked? Nekem 10 most. Most lesz 10. Márciusban lesz 10 éve. Kongrat. Nekem 7. Igen? Ja. Hát jobb lett volna előbb kezdeni, örülnék neki, de hát ez van. Visszanéztek titeket, és... Nagyon fura. Jó, én is, mindenki hát persze. Pont szakáll nélkül vagyok nagyon, ott is. Nagyon szakáll nélkül vagy, nagyon kicsi vagy, és... És nagyon kínos, cringe. Nem kínos, hát de nem, direkt fent hagytam. Én direkt fent hagyom. Nem kínos, direkt inkább aranyos. Direkt fent hagyom. Aranyos kis kezdő nézi, próbálkozás. Lássák azt, hogy honnan indultam, mert nem, tényleg, szóval... És hogy lettem világsztár? Nem az, de hogy... És hogy vettem tényleg, át az Oscar-díjat? Nem tudtam magyarul kb. Egy kétértelmes mondatot összetenni. De nem volt, szóval, aranyos volt, nem volt cringe. Igen, most már ötöt nem simát. Volt cringe. Nagyon nem, ezek jó, hogy fenn vannak szerint. Ezeknek fenn kell lenni. Mert ez neked is, mint tartalomgyártó, egy tök jó emlékeztető mindig, hogy figyelj, azért te ültél ott, én most magamban indulok ki otthon a soproni kis szobába, nyáron büdös volt, ott volt az a kis hamás mikrofon, yeah. Hogy azzal is működött annó valahogy, és hogy nézd meg, hogy az a kis mikrofon az most milyen bivaj. Igen, hát a büdösség megmaradt, nem csak a mikrofon. De legalább a büdösség megvan. Hát meg tényleg az, hogy ott úgy gyártottál tartalmat, ugyanolyan minőségbe kvázi, hogy ott azért töredéke. Szóval 100 ember. Én ezeket ember, nem törölném, de soha. Igen. Tényleg nem. Egy kérdés, mégis ezzel zárjuk. Nektek kik a kedvenc magyar zenekaratok, zenészetek vagy énekesetek? Kettőt mondjuk. Jude Law. Oké. Nekem nem több van, amúgy én egyet nem tudok mondani. Jó, én azt mondom, hogy Jude Law, meg... Én a Punani Masszifot nagyon szeretem, a régi zenéiket. Most nem azért, hogy izében, de tényleg a magatok. Én sem, de a Punani Masszifot nagyon szeretem.
Nem tudom, miért jutott eszembe a Lumen Pralát. A Lumen Pralát, én eskü szeretem. Olyan... A soha nem hallottam. Talán tényleg egy halott. De ők szerintem kicsit kiöregedtek. Nem változtattak sokat, és kicsit megunták. Vagy teleteszik most is az arénát, szóval... Persze, azért nem unták meg őket egyáltalán. Most nem annyit hallani róluk, de lehet, hogy ilyenkor ott van egy-két év alkotói, nem is válság, hanem most alkotnak, és utána, mint a berobbanak 24-be, mert előhoznak egy olyan albumot, hogy pif, halott pénzt fogsz csak hallani. Yeah. Szóval az, hogy most egy kicsit tényleg el vannak tűnve, de egy a közösségi média médiából se látom őket, de ez nem azt jelenti, hogy ők kiöregedtek. Varga Irén, top 1. Azt írják egyébként sokan, hogy Eminemnek nézek ki így szakál nélkül. Mom spaghetti. Már mindennek nézték. She's nervous on his baggy. Na, végre. Na, bere, bunyó, bunyó. Verekedjünk. Megint csimpánc. Csimpánc.